Ebben a mai videóban a kurkumáról lesz szó, fontos tudnivalókról és a jótékony hatásairól. Üdvözöllek, itt Ülyei Szabolcs Zoárd. A kurkuma az egyik legtöbbet kutatott gyógynövény, több mint 600 klinikai kutatást végeztek már vele az elmúlt évtizedekben, melyek többsége igazolja, hogy az egyik legjobb általános gyulladáscsökkentő gyógynövény. A kurkuma szó egyébként az arab kurkum, illetve a perzsa kárkám szóból ered, mely mindkettő sáfránt jelent, ugye indiai sáfránynak is nevezik a kurkumát. A kurkuma legfőbb hatóanyagai a kurkuminoidok, azokon belül is a kurkumin a legerősebb. A kurkuminnak gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és baktérium ellenes hatásai is vannak egyszerre, és ezt teszi igazán hatékony terápiás szervé nagyon sokféle betegség probléma esetén. Ha ki akarjuk használni a kurkuma jótékony hatásait, például egy készítményben, úgy elsősorban a kurkumin tartalmát kell figyelembe vennünk, tehát nagyon nem mindegy, hogy hány százalékos kurkumin kivonat van az adott termékben. Tehát az első lényeges információ a kurkumáról, hogy olyan készítményt keres, amely kurkuma kivonatot tartalmaz, tehát kurkumint és nem csak sima kurkumát. A sima csak kurkumaport tartalmazó készítmények általában ilyen 1000-2000 forint körül vannak, és igazából csak placebók nem nagyon fejtenek ki a szervezetedre érdemi pozitív hatást. A jó minőségű kurkuma készítmények 95%-os kurkumin kivonatot is tartalmaznak. A második fontos tudnivaló a kurkumin felszívódásával kapcsolatos. Először is a kurkumin hatékony felszívódásához szükség van olyan fűszerekre, mint a fekete bors, vagy annak fő hatóanyaga a piperin, a cayenne bors, vagy például a gyömbér. A piperin egyfelől lassítja a kurkumin lebomlását a májban, így az végeredményben nagyobb hatékonysággal tud hasznosulni a szervezetünkben, másfelől segíti, hogy könnyebben átjusson a bélfalon keresztül bele a véráramba. Tehát az is lényeges, hogy olyan készítményt szedjél, amelyben a kurkumin mellett minél több előbb felsorolt összetevő is jelen van, megtalálható, főként a piperin. A harmadik lényeges info a kurkuminnal kapcsolatban ugyancsak kapcsolódik az előzőhöz, a felszívódásához, a kurkumin zsírban oldódik, így érdemes zsíros ételekkel együtt bevinni, fogyasztani, például avokádóval, kókuszolajjal, szalonnával. Ha pedig alacsony zsírtartalmú diétát fogyasztasz, a kurkuminnak kevésbé tudod élvezni a pozitív hatásait, illetve problémát jelenthet az is, ha esetleg például kivették az epehólyagadat, vagy nincs elég epesavad, mert ugye ilyenkor is romolhat a zsírban oldódó vegyületeknek a felszívódása, hasznosulása. A következő, hogy a sötét színű zöldségekben, gyümölcsökben lévő flavonoidok, polifenolok ugyancsak javítanak a kurkumin felszívódásán, így például jó ötlet áfonya, szeder, málna, turmixokba kurkumint vagy kurkuma őrleményt is tenni. Az ötödik lényeges tudnivaló, mielőtt kurkumát szednél, hogy a kurkuminnak vérhigító hatása is van. Ez akkor lehet ugye érdekes, hogyha vérhigító, véralvadásgátló gyógyszereket szedsz, ilyen például ugye a szinkumár. Ha van vagy volt már epekövet, hajlamos vagy az epekőképződésre, akkor is óvatosnak kell lenni a kurkumával. A hatodik pedig, hogy a kurkumin növeli az oxigén szintet, tisztítja az ereket, javít a vérkeringésen is, így például, ha rendszeresen edzel, sportolsz, szintén jó ötlet kurkumint is szedni, alkalmazni. És most lássuk azt az öt legfontosabb problémakört, amikor ajánlott a terápia részévé tenni a kurkumint, kurkuma kivonatot. Először is igen hasznos a bélrendszerben lévő gyulladások esetén, a kurkumin kórokozó ellenes hatásokkal is bír ugye, külsőleg és belsőleg is használható ebből a célból. Lazítólag hat a bélfalnál lévő izmokra, javít az emésztés hatásfokán, aminek az lesz a következménye, hogy ugye kevesebb lesz a puffadás és a bélgáz. Tehát így ételallergia, ételintolerancia esetén hasznos lehet a kurkumin. Azáltal, hogy segít a belegben a nem kívánatos organizmusok elpusztításában, számos betegség esetén támogatja a regenerálódást, főként az olyanoknál, amelyek ugye például a gombák, a vírusok
baktériumok elszaporodásával jár, illetve a gyulladásos problémák esetén is nagyon jó. Ilyenek például az IBS, a colitis, a krombetegség és az áteresztő bélszindróma. Ezen túlmenően a bélflóra regenerálódásának támogatására is szedhető, például ugye antibiotikumos kúra után probiotikummal, prebiotikummal együtt, ugye a mikroalgák nagyon jó prebiotikumok. Harmadszor a májban lévő gyulladások és a máj regeneráló terápia az, ahol szintén érdemes a kurkumint bevetni. A kurkumin nagyon jó glutatrion termelődés fokozó, a másik ugye a szilimarina, mária több is kivonata, továbbá az SOD, a szuperoxid dizmutáz termelődését is serkenti. A glutatrion és az SOD a legfontosabb saját testünk által termelt antioxidánsok, melyek fontos szerepet játszanak a sejtjeink védelmében, főként a májsejtek védelmében. Mindezeken túl enyhíti a karotinogének a rákkeltő anyagok hatásait, illetve csökkenti a májenzimek szintjét is. Máj problémák esetén kifejezetten fontos a kurkumint növényi rostokban gazdag ételekkel együtt bevinni, mert így a máj nem kívánatos koleszterint hatékonyabban tudja eltávolítani. A máj regenerálódását a kurkumin mellett segíti a már említett máriatövis hatóanyag, a szilimarin, a zöld színű zöldségeknek a rendszeres napi fogyasztása, ugye leveleske, brokkoli, mángol, sóska, rukkola, továbbá rendkívül fontos ugye a gabonák, a cukor, a finomított szénhidrátok teljes kizárása a táplálkozásunkból. A harmadik probléma terület az ízületeknél és a porcoknál lévő gyulladások és kopások, mint ugye például a reumatoid artritis vagy a porckopás. A kurkumin csökkenti a reumatoid artritis és az oszteoartritis okozta fájdalmat, a gyulladást és a merevséget azáltal, hogy blokkolja azoknak a citokineknek és enzimeket, amelyek ezeket a problémákat végső soron okozzák. A kurkuma megváltoztatja az NF-kappa-B fehérje jelátvitelét is, mely kulcs szerepet játszik az immunválaszok szabályozásában, és szoros összefüggésben van a gyulladásos betegségekkel. A kurkumin mellett ízületi és porc problémák esetén érdemes még bevetni a zöldkagylót, illetve a krillolajat is, ugye az omega-3 forrás. A krillolaj ugyancsak nagyon jó gyulladás csökkentő vegyület, a zöldkagylónak pedig a bioaktív glükozamin tartalma segíti a kopott porcrészeknek a visszaépülését, a regenerálódásukat. Cukorbetegeknek is nagyon hasznos lehet a kurkumin, ez a negyedik igen fontos terület, amikor érdemes a terápia részévé tenni a kurkumát, kurkumint. A kurkumin fokozza a hasnyálmirigy béta sejtjeinek a védelmét, sőt akár a termelődésüket is képes elősegíteni, illetve prediabétesz esetén a szedése segít hatékonyabban visszafordítani a folyamatot, azaz a diabétesz, a cukorbetegség kialakulását. A kurkumin kölcsönhatásba lép a hasnyálmirigy sejtekkel, a fehérvérsejtekkel, a béta sejtekkel, melyek következménye az inzulin rezisztenciának az inzulin rezisztencia csökkenése. Természetesen ehhez fontos a diétát is jelentősen megváltoztatni, ugye elhagyni a magas finomított szénhidrát tartalmú ételeket, sok jó minőségű fehérjét és zsírfélét bevinni, átállni a napi többszöri étkezésről a napi kétszeri étkezésre, és sok-sok polifenol vegyületet is pótolni, melyek fokozzák ugye mind a máj, mind a hasnyálmirigy sejteknek a védelmét. És végezetül érdemes a kurkumin depresszió, szorongás és memóriaromlás esetén is szedni, alkalmazni, mivel képes fokozni a neuronok, az idegsejtek termelődését, csökkenti például az agyban az amiloidok szintjét, ugye ezek azok a fehérjék, azon fehérjéknek a termelődését csökkenti, melyek az Alzheimer esetén szaporodnak el az agyban, tehát a kurkuma bevethető a memóriajavítási célból is. A kurkumin hatásával van a súlyos depresszióhoz és a szorongáshoz kapcsolódó több biológiai mechanizmusra, folyamatra, például a oxidatív stresszre is, és az immungyulladásos aktivitásra. Szabályozólaghat azokra a vegyületekre, amelyek a neurotranszmitterek, dopamin, szerotonin, epinefrinnek a működését szabályozzák. Ahogy a testünk legkülönbözőbb részeiben, amiről az előbb szó volt, úgy az agyban is csökkenti a gyulladásokat, ami ugye kulcsfontosságú a legtöbb agyat és idegrendszert érintő probléma betegség esetén.
Bízom benne, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót is. Ha szeretnél hozzáfűzni még valamit a témához, ne fogd vissza magad, írd meg a hozzászólásokba, hogy mások is tudjanak róla. Személyes kérdéseidet írd meg nekem e-mailben, megtalálod a videó végén, ha pedig még nem vagy feliratkozva, iratkozz fel, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!